Szirénázat, több tucat rendőrautó és rendőrmotor vonult fel szerdán reggel a Szekszárdi Béla király térre. Nem bűnözőket kerestek, hanem egy különleges versenyre készültek. A Tolnai megyeszékhely adott otthont ugyanis a 10. országos szakmai közlekedés rendészeti versenynek. Pillanatok alatt ugrott be a rendőrautóba az egyik versenyző. Ezt követően egy bonyolult szlalompályán kellett végighaladni a legrövidebb időn belül. A nem mindennapi versenyen az ország legjobb rendőrjárőrei vettek részt. Volt, aki hetekig készült, mielőtt Szekszárdra érkezett, ám az eső még a leggyorsabbaknak is feladta a leckét. Gyors, technikás, ugyanakkor látni az oszlopokon van teniszlabda, az nagyon trükkös. Odaér az ember, csak ha nem akar leesni, utána meg földöl a bója is, hogyha az oszlop, hogyha az ember nem figyel oda. Ügyes, nagyon jó pálya. Eközben néhány száz méterrel arrébb a motoros rendőrök is összemérték tudásukat. A Széchenyi utcán felállított szalompályára a legtöbben azt mondták, igazán rutinosnak kell lenni, hogy az ember hiba nélkül tudjon rajta végigmenni. A pályaépítők megtettek mindent annak érdekében, hogy megnehezítsék a feladatainkat. Tekintettel arra, hogy esik az eső, még ez plusz nehezíti a pályát. A nyomvályos útszakasz is, illetve a szűk fordulók, amik egy kicsit izgalmassá teszik ezt a versenyt. A versenyre az ország legjobb rendőrsofőrjei érkeztek. Összesen 19 induló csapat van. Tolna megye nem képviselteti magát a Fair Play jegyében ezen a rendezvényen. 18 másik megye, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság csapatai vesztek részt a megmérettetésen. A versenyzők a nap során egyéni és csapatszámokban is összemérték a tudásukat.